Az idei év kreatívos versenyéhez híven az RGB Design Award díjátadóját is online valósítjuk meg. Sziasztok, köszöntök mindenkit, Szűcs Gergely vagyok, az este házigazdája. Mielőtt még azonban kiosztanánk a verseny nevéből adódó Red, Green és Blue díjakat, várjuk meg a most csatlakozókat, és addig is néhány szóban hallgassátok meg a 2020-as összefoglalót. Az RGB Creative Design Award-ot hiánypótló és hagyományteremtő szándékkal indítottuk el tavaly a PPH Media kiadó lapjához, a Kreatív Magazin szakmai profiljához illeszkedve. Úgy gondoltuk, hogy számos tehetséges fiatal tervező és grafikus tevékenykedik hazai szintéren, akiknek a kommunikációs, valamint médiás és marketinges vonatkozású alkotásait eddig csak nemzetközi versenyeken volt lehetőségük megmérettetni. Második alkalommal meghirdetett versenyünknek az volt a célja, hogy megtaláljuk és díjazzuk Magyarország legszebb, legigényesebben kivitelezett kommunikációs és marketing célú, vagy a médiában alkalmazott dizájn megoldásai. Szeretnénk ráirányítani a figyelmet a vizuális minőség erejére és fontosságára a márka célokat szolgáló dizájn megoldások körében, mint az arculatok, logók, borítók, layoutok, márka kitelepülések, vagy akár service dizájn megoldások. Az idejében is vártuk a vállalati, a freelancer, valamint a diák jelentkezőket, azzal a kivétellel, hogy a COVID-19 miatt elmaradt projekteket is lehetett nevezni. A 2020-as évben megújítottuk a kategóriákat, így az arculat, branding, a digitális design megoldások, a televíziós design, a print design, a digitális és offline event design, a digitális és offline design elemek, valamint a service design fő kategóriák várták a jelentkezőket. Főtámogatóként köszönjük az LG partnerségét, nézzük meg most az ő kis filmjüket. Idén 66 nevezés érkezett, melyből 32-en kerültek a döntős listára. A pályázatokat 8 fő szakmai zsűri bírálta el két körben. A zsűri Red, Green, Blue díjakat osztott ki, amelyel a hagyományos versenydíjak kategória rendszerében sorrendben az arany, ezüst, bronz díjaknak felelnek meg. Ezen fölül a zsűri kiválasztott idén külön díjat és fődíjat is. Az utóbbi az év kreatív dizájn megoldásaként Black Pixel díjként kerül átadásra, mert a Red díjjal jutalmazott alkotások közül választott ki a zsűri. A Black Pixel díj abszolút győztesének az LG külön díjként ajánlott fel egy közel 300 000 forintos értékű LG Ergo monitort. Ne feledjétek, hogy ezek a díjak a díjátadó végén kerülnek kiosztásra, így érdemes megvárni a végét is. Most pedig nézzük a zsűrit. A verseny zsűri elnöke Varga Balázs, a MOME egyetemi docense és tervezőgrafikai tanszékvezetője. A zsűri további tagjai a következők voltak. Balkányi Nóra, a kreatív szerkesztője. Betlen Júlia, a Forbes művészeti vezetője. Gróf, Head of Art az Artificial Groupnál. Hangyás Gergely, Design and UX Manager a Bitrise-nál. Kramer Julianna, művészeti tartalmi és Sales BU vezető a PPH Médiánál. Neszmély Réka, szabadúszó grafikus. Fogarasi Tamás, az Exalt Interactive Managing Partnere, a különálló Service Design főkategóriát pedig szintén Tamás bírálta el. Köszönjük minden zsűritagnak a munkáját! Az idei év értékelését elsőként hallgassuk meg Varga Balázs zsűri elnöktől. Szeretettel köszöntöm Önöket a második Creative Design Award díjkiosztó gáláján, ami hát elég furcsa körülmények között zajlik, mint minden más mostanában ugye ezen az online platformon. És hát egy díjkiosztó gálától mi sem idegenebb, mint ez a furcsa helyzet, az, hogy nem tudunk együtt lenni, nem tudunk találkozni, kezet rázni, gratulálni, kocintani és együtt örülni azoknak a sikereknek, amit ez a díj jelent. Én itt most a szakmai zsűrit képviselem, mint a zsűri elnöke. Az idén már másodszor jutott nekem az a megtisztelő feladat, hogy a zsűri munkáját ilyen formán segíthessem. És az, hogy mindez másodszor történik meg, az azt mutatja, hogy ennek a díjnak van létjogosultsága, és azok az értékek, amiket képvisel, illetve visszajelezni hivatott, azok fontosak, és jövője van.
Nagy szerencsém volt a csapattal, akikkel együtt dolgozhattam, és köszönöm is a munkájukat. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó hangulatú, nagyon tartalmas szakmai helyzet volt, ami nekem is nagyon, nagyon élvezetes volt. Nagyon érdekes volt hallani azokat a nagyon különböző szempontokat, ahogy szépen lassan közelednek, és a párbeszéd során aztán lassan érlelődik az a közös konszenzus, aminek az eredményeképp végül azt gondolom, hogy megszülettek azok a végeredmények, amikkel mindannyian azt gondolom, hogy teljes mértékben nyugodtan tudunk azonosulni. Nagyon jó volt az a progresszív atmoszféra, amiben a zsűri munkája zajlott. Az a sokféle különböző területről érkező tudás, amit a zsűri tagjai behoztak ebbe a diskurzusba, nagyon termékenyítőleg hatott mindannyiunkra szerintem. És nagyon jó volt látni, hogy olyan szempontok teljesen természetesen jelennek meg ebben a folyamatban, mint a nemzetközi kontextusok, a szociális vagy akár ökológiai szempontok. Külön öröm volt a diák kategória markáns megjelenése az idén. Ez is mutatja, hogy most már a legfiatalabb tervező generáció is fantáziát lát ebben a díjban. Részben ez inspirálhatta a zsűrit is abban, hogy két külön díjat is kiad az idén. Az egyik egy Z-generációs kreatív külön díj, a másik pedig egy kreatív technológia külön díj. És végezetül engedjék meg, hogy köszönetet mondjak még egyszer a zsűri tagjainak az értékes munkáért, a kreatív munkatársainak a támogatásért, és engedjék meg, hogy szívből gratuláljak a shortlistre jutott és díjazott alkotások alkotóinak. Köszönöm a figyelmet! Hagyományos díjátadónál a hangulat már kellően felfokozott lenne az, hogy a díjakat átadjuk, így remélem mindenkinek van otthon valami bekészítve, mert most következnek a döntősök és a nyertesek. Ne felejtjétek, ha posztolnátok a social media felületeiteken, jelöljétek be a kreatívot. Kezdjük az első fő kategóriával. Arculat, branding. A logó a kategóriában döntőbe jutott a Punk online magazin. Erős kezdéssel indítunk, ugyanis a pályázat a zsűri Red díjjal jutalmazza, nézzük is meg a munkát. Pályázó a Graphacel Design Studio, alkotó pedig Baka Cséva, Héja Luca, Ördög László. Gratulálunk nektek! A kisarculat alkategóriában három pályamű került a döntőbe, melyek a Renesis, a Momen nyílt nap arculat és az MVM Buds Up arculatai voltak. Döntős oklevelet kap a Renesis. Gratulálunk nekik, pályázó a What the Brand Studio, az alkotó pedig Szabó Alex, Simon Ádám, Balogh Attila Benjamin. Csak itt. Szintén döntős oklevélben részesül az MVM WhatsApp arculat, pályázó és ügynökség a Dot Creative, társpályázó a Lounge Group, megbízó az MVM, az alkotók pedig nem más, mint Buzás Dániel és Pataki Vince, nektek is gratulálunk. A kisarculatban nevezett harmadik versenyző diákként indult el, és művéért green értékelést kap, nézzük is meg az alkotást. Pályázat a MOME nyílt nap arculat, pályázó és alkotó Weisser Mark Oliver, társpályázó és alkotó Gellei Mark Levente, a megbízó pedig a MOME Brand Iroda. A nagy arculat alkategória döntései közé került a Kobuci Kert Rebranding, a Budapesti Tavaszi Fesztivál nagy arculat, az OTDK Országos Tudományos Diákköri Konferencia Rebranding és a Felix Kitchen and Bar arculat. Döntős oklevélben részesül a Budapesti Tavaszi Fesztivál nagy arculat pályamű. Gratulálunk nektek, a pályázó és az ügynökség a MIPA Budapest, a megbízó a MIPA Budapest és a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ, az alkotó pedig nem más, mint dr. Egri Gábor. Szintén döntősként térhet haza a Kobuci Kert Rebranding. Pályázó a Dream Agency, megbízó és társpályázó a Kobuci, az alkotók pedig Hellowood és Kreatív. Green minősítést kapott a Felix Kitchen and Bar arculat. Jöjjön is a bemutatkozójuk! Pályázó a Graphacel Design Studio, az alkotók Drozsnik Dávid, Misztarka Eszter, Sociali és Ördög László. És végül, de nem utolsó sorban a zsűri Red díjjal értékelte az OTDK Országos Tudományos Diákkori Konferencia Rebranding pályázatát. Hatalmas nagy respekt nektek, a pályázó Robin Design Studio, megbízó az OTDK, az alkotók Berta Gábor és Kacskovics Attila, és nagyon szeretnénk nektek gratulálni.
Térjünk is át a következő fő kategóriára, azaz megérkeztünk a digitális dizájn megoldásokhoz. Az üzleti célú megoldások alkategóriában az MVM Edison 2020 arculat és weboldal készítése került a döntőbe, a zsűri döntésének értelmében pedig egy Blue minősítést kapnak, lássuk a pályaművet. Pályázó és ügynökség, a Dot Creative, társpályázó a Lounge Group, a megbízó az MVM, az építészet, művészet, kultúra és oktatás alkategóriában egy ismerős pályázat lett döntős, a Punkt Online magazin, akik újabb Red díjat zsebelhetnek be. A pályázó a Graphacel Design Studio, az alkotók pedig Bakacs Éva, Héja Luca és Ördög László, gratulálunk nektek! Az egyéb digitális dizájn megoldásban pályázó Volteum utazástervező applikáció nem csak döntős, hanem rögtön Blue díjas is lett. Gratulálunk nektek! A pályázó és az ügynökség a Dot Creative, társpályázó a Lunch Group, a megbízó az MVM, az alkotók pedig Pataki Vince, Csutarás Lajos és Szél Kata. Elképesztő teljesítmény, gratulálunk nektek! A harmadik fő kategóriában, azaz a televíziós dizájnban döntőbe jutott az X-Faktor, amely munka a televíziós főcímek, animációk, promókkal kategóriában került elbírálásra. Jutalmuk egy Green eredmény lett, pályázó az RTL Magyarország, gratulálunk nektek! Átérünk most a legtöbb nevezőt vonzó kategóriába, elérkeztünk a print designhoz. Az újságok, magazinok, folyóiratok és ezek mellékleteiben pályázó metszetépítészeti szaklap döntős oklevélben részesül. A pályázó és az ügynökség a Sword Communications, megbízó az Artifacts kiadó, az alkotók pedig Nagy István és Légár Béla. Gratulálunk nektek! Kezemben tartom a céges kiadványok, márkamagazinok, katalógusok, brosúrák, éves jelentések alkategóriába jutott döntését a Best of kiadvány sorozat a Magyar Irodalom külföldi promóciójához pályázatot, amely a versenyen Blue minősítést ért el. A pályázó a Petőfi Irodalmi Ügynökség Irodalmi Export-Import Igazgatósága, az alkotók pedig az igazgatóság mellett Jenei Zoltán, Pál Dániel Levente és Tiff Viktória. Gratulálunk nektek! A poszterek és plakátoknál döntőbe jutott a Grande Partenza Giro d'Italia Hungary 2020 és a Strike. Döntős oklevéllel térhet haza a Supro Design Studio mindkét pályázatával. Alkotóként Kántor Attila Csaba munkáit dicsérhetjük. Gratulálunk tehát a Supro Design Studio-nak. A másik pályázat, amiért szintén oklevelet vehettek át, az a Strike. Itt is a Supro Design Studio pályázó, a megbízó pedig a Comcom Social Impact Agency. A termékcsomagolások a verseny azon alkategóriája, ahol a legtöbben kerültek shortlistre. Döntős a Mizo Art Café, a Pécsi Redler Rebranding, a Máltai Manufaktúra arculat, a Ken Natural termékcsomagolás, az Anjuna Ice Pops jégkrémdoboz, a Fellow Creatures vegán csokoládé csomagolás és a Brew Your Mind 2020 Sessions címketervezés. Először is szeretnénk gratulálni a Pécsi Radler Rebranding nevezésnek, ugyanis döntős oklevelet kapnak. Pályázó Szitás Brigitta, megbízó a Pécsi sörgyár. Szintén döntősként zárta a mezőnyt a Brew Your Mind 2020 Sessions címketervezés pályamű. A pályázó és az ügynökség a Classmate Studio, a megbízó a Brew Your Mind sörfőzde, az alkotók pedig Ács Attila és Fölföldi Fruzsina. Gratulálunk nektek is! Még egy döntősünk van az alkategóriában, aki nem más, mint a Ken Natural termékcsomagolás. Pályázó és ügynökség a Dot Creative, megbízó a Ken Natural, alkotó pedig Pordán János, nektek is szeretnék gratulálni. És most jöjjenek azok a nevezők, akik Red, Green vagy Blue értékelést kaptak a zsűritől. Blue minősítésben részesül az Anjuna Ice Pops jégkrém doboz pályázat, rögtön mutatjuk is nektek. Pályázó az Anjuna Ice Pops, megbízó József Szalai,
Az ügynökség pedig Decoratio Branding és Design Studio. Az alkotók Mészáros Alexandra és Novotnyi Dóra. Szintén Blue a máltai manufaktúra arculat, melyet a kezemben is tartok. Itt láthattok egy szilvás hagymacsatnit és egy mazsolás almacsatnit. Pályázó és ügynökség a Carbon Group Communication, megbízó a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, az alkotók pedig Borostyánkői Mátyás és Turóci Krisztián. Nagyon gratulálunk nektek is! A Szóle Mizó szintén eljutatta hozzánk a pályamunkáját, a Mizó Art Cafét, melyet a zsűri Green minősítésben részesített. A pályázó és a megbízó a Szóle Mizó, társpályázó és ügynökség a Dio Design, az alkotó pedig Császma József és Víg Szabolcs. Gratulálunk nektek! Az utolsó döntősünk a Fellow Creatures vegán csokoládé csomagolás, akik az alkategória egyetlen Red Diát zsebelhették be. Nézzük is meg, hogy vajon miért döntött így a zsűri. Pályázó és az ügynökség a Classmate Studio, a megbízó Stefkovics Zsolt, az alkotók pedig Ács Attila, Fölföldi Fruzsina, Kis József Gergely és Köves Lili. Gratulálunk nektek! A termékcsomagolásokat az egyéb alkategóriával zárjuk, ahol döntőbe jutott a Sufni Tuning in the House, köszönet kreatív az ügynökségeink részére pályázat. Gratulálunk a CIP Banknak, döntős oklevélben részesül. Alkotók Almási Anna és Patekas Krisztián. Elérkeztünk a verseny 5. kategóriájához, a digitális és offline event designhoz. A fesztivál helyszínek, márka kitelepülések, kiállítás és vásárstandok, in-store illusztrációk döntőse, a beauty kiállítás katalógus, a Kobuci kert rebranding és a máltai MIPA hangszobor kiállítás. Döntős oklevélben részesül a diákpályázatként induló beauty kiállítás katalógus, pályázó és alkotó Elek Kamilla. Gratulálunk! A Kobuci kert rebranding ebben az alkategóriában Blue minősítéssel végez, nektek is szeretnénk gratulálni, a pályázó a Dream Agency, a megbízó és társpályázó a Kobuci, az alkotó pedig Hellowood és Kreatív. Vagyis a Máltai MIPA hangszobor kiállításnak a zsűri egy redet ítél oda. Gratulálunk a pályázónak, a MIPA Budapestnek, a megbízónak, aki szintén a MIPA Budapest és a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, az ügynökségnek, a Carbon Group Communicationnek és természetesen az alkotóknak, Badic Gyulának, Hajnal Ágnesnek, Pap Péternek és Borostyánkői Mátyásnak. Választottunk néhányat az évadban fellépő hazai és külföldi sztárjaink közül, és a Máltai Szeretetszolgálattal közösen felkértük Badic Gyula kortárs szobrászművészt, hogy tervezzen egyedi, az előadók produkciói által ihletett műtárgyakat, amelyek később a Máltai Szeretetszolgálat nehéz sorsú embereket foglalkoztató tiszaburai asztalos üzemében készültek el. Az így megszületett 23 egy-egy egyedi hanghullámot idéző szobrot a művészek fellépésük után saját kézjegyükkel látták el, amelyeket egy 24. óriási hangszoborral kiegészülve különleges, interaktív installáció formájában állítottunk ki a MIPA-ban a karácsonyi időszakban. A kiállításhoz kapcsolódó tablók segítségével az érdeklődők további információt kaphattak az egyes alkotásokról. A rajtuk található QR kódok beolvasásával pedig megelevenedtek a szobrok és hallhatóvá váltak az inspirációként szolgáló konkrét zeneművek is. A kiállítás egyben a Máltai Szeretetszolgálat párhuzamosan zajló online jótékonysági aukciójának bemutató termeként is szolgált. Az árverésen befolyt összeg a tiszaburai asztalos üzem fejlesztését segítette.
A különleges hangszobrok tökéletesen érzékeltették a műpa élmény maradandóságát, amelyeket az intézmény a kiállítás mellett plakátokon és egy karácsonyi imagefilm formájában is népszerűsített. 23 egyedi hangszobor, egy hatalmas lebegő installáció, egy varázslatos kisfilm, egy rendhagyó kiállítás, egy fontos, közös ügy. A Máltai Szeretetszolgálat tiszaburai üzeme két Esztergo géppel lett gazdagabb a projektnek köszönhetően. Az ott dolgozó fiatalok pedig a hangszobrok készítésén keresztül sajátították el az esztergálás fortéjait, ezzel is növelve saját munkapiaci esélyeiket. És hogy tovább növeljük a Red díjazottak számát, az egyéb alkategóriában induló döntős, a Geril R plakátkiállítás arculat neve felé is kitűzzük a pirosat. Pályázó a Compact Studio, társpályázó Borbé Áron, Faragó Gergő és Nemes Bettina. Gratulálunk nektek! Ezzel a lendülettel szeretnénk áttérni a digitális és offline design elemek fő kategóriájába. Az illusztráció, úgy mint könyvek, magazinok és egyéb kiadványok illusztrációi a kategóriában döntős pályázó, a képmás magazin illusztrációk, amely képzeljétek el is visz egy újabb redet. Pályázó és ügynökség a Salt Communications, megbízó a képmás 2002, az alkotók pedig Nagy István, Balassa Nikoletta és Légár Béla. Gratulálunk nektek! A digitális illusztráció, weblapok, bannerek és online hirdetések művészi igényű grafikái és animációi alkategóriában döntős oklevélben részesül a Fitpuli, az egészség őrzője munka. Pályázó Vörös Botond, a megbízó a Fitpuli, az alkotók pedig Vörös Botond, Fillér Máté, Falvai Mátyás és Kollár Dániel. Mielőtt áttérnénk a service design kategóriára, a hagyományosabb design kategóriák közül már csak a különdíj kihirdetése maradt hátra, melyhez átadom a szót a zsűri kreatívos tagjának, Balkányi Nórának. Sziasztok, Balkányi Nóra vagyok, a Kreatív egyik szerkesztője, és a különdíjakat szeretném átadni. Idén kettőt is választottunk. Az egyik az arculat branding egyéb kategóriában indult, a különdíj neve pedig Z-generációs kreatív különdíj lett, mert egy olyan munkáról van szó, amit egy fiatal pályázó az ötlettől egészen a webshopig vitt végig, úgyhogy ezt a pályázatot az egyediségéért és a proaktivitásaért is szeretnénk kiemelni. Ez a Gószem a hordható játékok. A pályázó Borostyánkői Dorka, a többi alkotó Dorka mellett Kovács Ámos és Galambos Ágoston. Lássuk is ezt a pályamunkát! A kreatív technológia elnevezést kapta. Itt egy kifejezetten merész és formabontó, kereteken kívül gondolkodó munkát szeretnénk kiemelni, ami a köztéri plakátok szerepét gondolta újra az AR, vagyis kiterjesztett valóság technológiával. Az event design digitális és offline
egyéb kategória shortlisteséről van szó, a külön díjat a Gerillár plakátkiállítás arculata kapja. A pályázó a Kompakt Stúdió, a társpályázó Borbé Áron, Faragó Gergő és Nemes Bettina. Nagyon szeretnénk gratulálni a két külön díjasnak. Nóra, köszönjük szépen, és én is gratulálok a külön díjasoknak. A külön értékelt Service Design kategóriában Fogarasi Tamás, az Exalt Interactive Managing Partnere adja át virtuálisan a díjat, most ő következik. Sziasztok, köszönöm szépen a szót, és hát nagyon örülök annak, hogy én lehetek, aki az RGB Service Design kategóriában nyertest hirdethet. Mielőtt ezt megtenném, engedjetek meg pár szót a dizájnról. 2020-ban nagyon fontos, hogy a dizájnt ne csak az esztétikai tervezéssel azonosítsuk. A jó termékek, jó szolgáltatások esetében komoly tervezői csapatok szoktak a háttérben munkálkodni. Hogyha arra gondolunk, hogy mitől jó egy szolgáltatás, hát szerintem attól jó egy szolgáltatás, hogyha akadálymentesen, gyorsan, lényegében észrevétlenül átsuhanok rajta. Ahhoz, hogy egy komplex, omnichannel, end-to-end szolgáltatás könnyen emészthető legyen, és én csak átsuhanjak rajta, ahhoz komoly háttértervezés szükséges. Na és ez az, amit a service designer csinál. Mivel ez a háttérben zajlik, és mivel az eredménye valójában akkor jó, hogyha nem látszik, ezért számomra a service designer egy ilyen névtelen hős. És ezért örülök nagyon annak, hogy az RGB keretein belül most nyertest hirdethetünk a service design kategóriában is, hiszen így egy kicsit megbecsüljük ezeket a tervezőket és a munkájukat. Ki nyert idén a service design kategóriában? A service design fő kategórián belül a kereskedelmi célú service design megoldások döntőse a Vodafone Go Easy online only tarifa, mely elnyerte a Green minősítést. Gratulálunk nektek a Green díjért, és gratulálunk a Vodafone Magyarországnak és a tervezői csapatnak, név szerint Balog Eszter Tünde, Demeter Judit, Fehér Tavi Alexander és Fenyvesi Ádám. Hát nagyon szépen köszönjük a nevezéseteket, szuper anyag született, nagyon nagy élmény volt végignézni az anyagot, köszönjük szépen, hogy beküldtetek ilyen work fotókat, ami alapján így jobban bele tudtunk merülni abba, hogy miről is volt szó a tervezés során, hiszen itt nem csak az eredmény, hanem a tervezés is fontos volt, és hát gratulálunk nektek, és sok sikert kívánunk! Köszönjük Tamás, és gratulálunk a Vodafone-nak! A 2020-as RGB nem múlhat el fődíjas kihirdetés nélkül. Az év kreatív dizájn megoldása, vagyis a Black Pixel díj idén annak a pályázónak jutott, aki egy szabályozott keretek közt működő kreatív megoldást alkalmazott kiemelkedő szinten. A pályázó a Red díjat nyert alkotások közül került ki, és ez nem más, mint az OTDK Országos Tudományos Diákköri Konferencia Rebranding. A zsűri nevében is gratulálunk a nevezőnek, a Robin Design Stúdiónak, aki hazaviheti az LG különdíját, egy közel 300 ezer forint értékű LG Ergo monitort. Az RGB Design Awardról joggal mondhatjuk el, hogy díjesőben részesítette a nevezőit, minden pályázónak gratulálunk a Kreatív magazin nevében, és egyúttal kívánunk kellemes és egészségben gazdag ünnepi időszakot. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, vigyázzatok magatokra, sziasztok!